Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai vendégem egy legenda, Kül Lajos. Szervusz, tisztelettel köszöntelek, mint az Aranycsapat Alapítvány elnöke. És a mai témánk pedig nem más, mint talán a nézőink emlékeznek rá, hogy az elmúlt esztendőben beszélgettünk arról, hogy Finnországban jártál, abban az északi ország fővárosában, ahol 1952-ben a magyar olimpiai csapat minden idők legjobb eredményét érte el, és nagyon sok minden szóba került akkor, hogy mit is szándékoztok tenni, hiszen egy olyan kezdeményezés, ami méltó a nemzeti összetartozás évéhez egyik oldalról, méltó a magyar sport aranykorához, olyan aranynapjaihoz mondhatjuk, hiszen 16 arany, 10 ezüst, 16 bronz, az zseniális, a nevekről nem is beszélve. Kitűn összefoglalva, szenzációs. Összefoglaltam az elején. Beszéljünk egy kicsit először arról az útról, illetve az 52-es Helsinki olimpiáról, hiszen ez felejthetetlen minden korosztálynak, független attól, hogy én magam például még nem éltem, de mint sportkedvelő azt hiszem, hogy néha bizony elérzékenyülve tekintünk vissza arra az időszakra. Lajoskám, hát Bemapóval se találkoztál nagyon sokszor. Mégis tudjuk, hogy volt, és nem akármilyen tettei volt. Hát 52-ben nem éltél. Én 4 éves voltam akkor már. Apám 3 éves koromban halt meg, emlékszem, hogy kik voltak a temetésen. Erről csak ennyit. Tehát ami fontos, és tényleg hát életbe vágó, arra azért emlékszik az ember. No, hát 52 kapcsán. Hát, hogy a Helsinki olimpia minden idők, ahogy kitűnően elemezted itt ezt a történetet, minden idők legeredményesebb olimpiája. Annak előtte se, ugye 1896-tól az újkori olimpiák elindultak Athénbe, és akkor onnantól kezdve, hát nem szerepeltünk rosszul, de 16-ot csak egyszer, 16 aranyérmet csak egyszer sikerült. Kitűnően említetted, kérlek szépen, hogy 10 ezüstszel és 16 bronzzal társult ez. De 1952-ben történt az eset. Azt is el kell mondani, hogy olyan háttérből, amilyenből. Hát 1952-ben a mocskos kommunizmus, kérem, hogy nem is tudom, Mariana Árkából. Hát még Josip Visszárjani is Dzsoguásvili, tehát ahogy mondták, Sztálin élt még. Kérlek szépen, Rákosi Mátyás, hogy a formája csúcsán, kérlek szépen. És akkor ilyen, tehát börtönvilág volt Magyarországon. Nemeskülti tanár úrnak, ha lehet hinni, már pedig lehet hinni, minden ötödik ember megjárta az ÁVÓ, az államvédelmi osztag valamelyik gyönyörűséges hajlékát. Tehát katasztrofális helyzet volt itt, és ilyen hinterlandból, ilyen hátországból, oda kimenve, kérem, az olimpiára, Helsinkibe, akkor indult el először a idézőjelben a Szovjetunió. És kérem, 16 aranyérmünkkel, 10 ezüsttel és 16 bronzzal a nemzetek nem hivatalos sorrendjébe 3-ak lettünk, a hivatalosba is. Ugye az Egyesült Államok lett az első. Az Egyesült Államok lett a Szovjetunió a második, és kérem, a 10 milliós Magyarország 3. Óriás, világ szenzáció volt, káprázatos, egyszerűen fantasztikus teljesítmény, annak utána kezdtek, a jóisten tudja, Maláziától, Santiago Chileig, vagy Vancouvertől, Melbourneig lapozgatni a térképet, hogy hol van ez a Hungary. Említsünk hol van ez a Hungary? Vöskám, említsünk meg egy pár nevet, mégpedig azért, mert ugye 7 esztendő voltunk a világháború után. Igen. Nagyon lassan konszolidálódott a helyzet Magyarországon. Ez azt jelentette, hogy azért sportban nagyon-nagyon ott voltunk. Óriási volt. Ez volt egyébként az első igazán nagy sikere például az aranycsapatnak. Ne menjünk el szólni. Egyetlen, itt lett igazából aranycsapat. Kitűnő, ahogy mondott, kérlek szépen. Az egyetlen olyan világverseny, ahol aranyérmes lett. Ez a káprázott, fantasztikus aranycsapat, kérem, amely 1950-től 54-ig nem talált legyőzőre. Sajnos csak, hogy pontosan a legnagyobb pehünkre és tényleg a legnagyobb szomorúságunkra pontosan a világbajnoki döntőig tartott ki ez a 4 éves veretlenség. Ugye a Nyugat-Németország ellen a világbajnoki döntőn kaptunk ki 4 év után. Tehát veletlenek volt. Az angolokat legyőztük, kérem, otthonukba 90 éves veletlenségük után, az Európa kupát megnyertük Londonba, a stádium olimpikot, a római olimpiai stadion megnyitóján volt 100 000 nézés, kérem, 300 000 jegyigénylő Rómába. Így és van. Győztünk ott is. De igazából aranyérmet ott szereztünk, kérem, Helsinkibe, a finn fővárosban. És hát az ne feledjük Sebes Gusztáv csapata, bár ugye mindenki fújja, hogy Grosics Buzánszki, Lóránt Lantos, Bozsik Zakariás, Budai Kocsis, Puskás Cibor, bár ugye Helsinkiben Palotás Péter játszott, de
Az a lényeg, hogy egy zseniális történet volt. Nagyszerűen szerepeltek a tornászaink, az úszóink. Hogy nem? Elindult Paplaci második arany. Csermák Jóska, kérem, világrekordot dobott. Ott volt Pap László, fél világot hülyére verte, kérem. Immáron másodjára olimpiai bajnok volt, mert ő már 1948-ban Londonban is olimpiai bajnok volt. Na, hogy mondjam, az is egy kitűnő jó olimpia volt, 10 aranyéreme, de mégse 16. Igen. És utána volt 2x11 aranyérmény. És akkor ne feledkezzünk meg az úszóinkról. Székely Éva például okául, kérem. A tornászok, Keleti Ági. Keleti Ágnes az egyetlen a bajnokaink közül, sajnos, aki él. 99 éves, kedves Lajoskám, és képzeld el, még most is meg tudja csinálni a spárgát. Hihetetlen. Próbálkoztál? Akkor még essék szó. Nem. Essék szó akkor még a vízilabdásokról, hiszen nemrégiben vesztettük el Kárpáti Gyurikát. Kárpáti Gyurikát. Gyarmati Dezsővel, kérem. Fantasztikus társaság volt az is. És akkor ott vannak az ötusa csapat. Gerevics, Kovács, Kárpáti, Rudolféle, aranycsapata a karvívásba. Hát Gerevics több mint 10 aranyérmet szerzett. Fantasztikus! Fantasztikus! Tehát az a társaság, és egy nem gyémánt, hanem platina generáció volt. Így van. Tényleg a Puskási fociba, a Gyarmati Dezsőjék, kérem, ugye vízipolóba, akkor a Keleti Ági, a tornába, akkor a Székely Éváék uszásba, akkor az öttusázók, hát akkor a birkózók, a Szilvási Miki, a Hold. Fantasztikus volt. Így van. Fantasztikus volt. Tehát akkor, amikor erről beszélünk, akkor nem a múltban révedezésről van szó, sokkal többről. Az ifjaknak ezt. Sokkal többről, és azt gondolom, hogy amikor felkaroltátok az aranycsapat alapítvánnyal ezt, és akkor most térjünk vissza arra, hogy amikor megkaptad a meghívót a Finnországi Magyarok Országos Szövetségétől, és nagyon sok mindenki... Aranycsapat év kapcsán. Tavaly aranycsapat év. Így van, csak mert nagyon sokan segítettek, tehát többek között Urkuti György hazánk Helsinki nagykövete is. Mi történt akkor? Miben tudtatok megállapodni? De a következő volt. Tehát ugye említettem, hogy aranycsapat év volt 2019. Ugye Amerikától, tehát New Yorktól, a jó Istentől, Kanadán keresztül, Toronto, Montreal, Sydney, Melbourne bejártam előadni a Puskásék dicsőséges történetét. Az egész világ, kérem, büszke volt és boldog, a magyar világ, tehát a magyar diaszpóra. Akkor Svédországban 7 előadást, Németországban több előadást. Akkor így eljutottam, meghívott, ahogy említetted, kérlek szépen a Finnországi Magyarok Szövetsége, oda Helsinkibe is 2 előadásra. És ott volt jeles barátunk, kérem, Urkuti György, a nagykövet, és mondtam, Gyurikám, én úgy jöttem eleve ide, mint az aranycsapat alapítvány elnöke, kérlek szépen, hogy hát szeretném, hogyha hallanád az elképzelésemet, és tudnál segíteni, boldogító lenne. Miről van szó? Arról van szó, kérlek szépen, hogy mit adja, az köztudott. Helsinki, kérlek szépen, aranybetűkkel van, Helsinki Olimpia aranybetűkkel van beírva a magyar sportmozgalomban. Mivel, hogy soha nem látott teljesítménnyel kápráztattuk el a világot. 16 aranyérem, 10 ezüst, kérem, hát jó, 80-szor is ismételni, és 16 bronzzal, kérem. Fantasztikus dolog volt, és akkor tényleg, hát ez szinte megismételhetetlen, mert ugye kétszer értünk el ennek utána 11 aranyérmet. Az is felejthetetlen volt, de ez mindenek felett, 16. És akik ezt megtették, tehát ezek a hírók, ezek a hősök, tehát a Puskás, hát soha nem látott, hogy mondjam, magaslatokba vitte a labdarúgást is, kérem, külön is. Akkor mellette Gyarmati Dezső és Kárpáti György doktorral fémjelzett vízipoló csapat. Akkor a felejthetetlen Keleti Ágnes vezérelt Korondi Margit által vezényelt tornász csapat. Akkor kérem a Székely Éva, a Szőke Kató, akkor a Novák Évike. Fantasztikus dolgokat tettek, kérem, úszásba. És akkor még az öttusa csapat, akkor a karcsapat, Gerevi Csaladárra, Kárpát Rudival is, kérem. Kovács Pál. Kovács, fantasztikus, egyszerűen fenomenális, érted? És ők tényleg az egész világon híresítették a magyar nevet. Holott akkor, kérem, a kommunizmus legmélyebb árkából jöttünk volna, a legnagyobb szomorúságból, letargiából, és kérem, egy nemzetet tettek boldoggá. De azt is lehet mondani, egy világot, mert semleges emberek, semleges országból is megcsodálták ezt a kis országot, ezt a Tehát ez volt a tárgyalások alapja. Gyurikám, segítsél abba. Én ez konkrét elképzelésem van, elhatároztam, kérlek szépen, hogy ez a csodálatos társaság, kérlek szépen, megérdemel egy valamiféle fajta emlékművet, hogy tényleg örök időkre beírták, mivel hogy örök időkre beírták a nevüket ebbe a dicskönyvbe, kérlek szépen, és
az elképzelésem az, hogy nemzeti zarándokhelyet csináljunk ebből. Légy olyan kedves, segítsél, amiben tudsz. Te itt vagy, én ott Magyarországon megteszem a dolgomat, mindenkit kérek szépen, komoly embereket, minisztereket, lásd, Szijjártó Pétert sikerült megnyerni, Kásler professzor úr, óriási lelkes hivatörténetnek, Szabó Tünde kérek szépen, fantasztikus embereket sikerült megnyerni, akkor Kulcsák Krisztiánt, úgyhogy ha segítesz, egy gyönyörű dolgot tudunk ebből kihozni. Világos. Tehát a Magyar Olimpiai Bizottság, a kormányzat, hogy, na, mindenki a segítséget esett. Mi volt az alapterved? Az alapterved, azt kérek szépen, amit említettem, nemzeti zarándokhelye. Tehát bárhonnan a magyar diaszpórából, vagy egyáltalán, hogy mondjam, csak sporttal szimpatizáló emberek, akár Ausztráliából, akár csak mondjam, Uruguayból, akár én nem tudom, Dél-Afrikából, vagy Szudánból oda mennek, egyáltalán Helsinkibe járnak, elsősorban magyarok, azok ne felejtsék el, tegyék meg azt, hogy kimennek oda, fejet hajtanak, vagy szál világot leteznek, ez egy gyönyörűsége, szép emlékmű. Ugye ott előadásokat tartottál, a finnországi magyarok miként fogadták ezt a gondolatot? Óriás, kitörő lelkesedni, óriási dolog. Hát az, hogy ezek az valami fantasztikus generációról beszélünk. Hát mindenki Puskás nyilván, de nem csak Puskás volt, hanem voltak a fantasztikus vízilabdázók. Igen, volt kérem Csermák József, aki világrekordot dobott kérem a kalapácsvetésbe. Csodát, akkor egymás után jöttek a világrekordok az úszásba, tornászásba, tényleg elkápráztattuk a világot. Hát, és akkor még egyszer a Gerelicsi, hát egy fantasztikus dolog volt. Az egész világ kérem csak tátott szájjal figyelte ezt a... Ugye, az volt az alap, hogy a Helsinki Olimpiai Stadion felújítása után Igen. Ez sikerül. Most nyilván... Negyedike van? Hanyadike van? Ma azt hiszem negyedike. Mai nap, ilyen nincs is. A mai napon avatják fel. Az új olimpiai stadion. Tehát ugye sokáig letargia volt, és hát kicsit megkopott, hogy azt nem mondjam, hát kicsit úgy már romokba állt egyes részei, romokba álltak, és akkor fel kellett újítani. Most restaurálták egy svéd cég, ott voltunk, és felvételén vannak róla, és Pávon úrmi gyönyörű szép szobra mögött, Pávon úrmi az a leghíresebb leghíresebb sportolójuk, atlétájuk, messze földön, szerintem az egész világ ismeri őket, az olimpiai stadion előtt az ő szobra van, és tényleg hát ő képviseli a... Tehát felújították, és hogy sikerült megállapodni abban, hogy hol legyen ez a magyar szobor? És akkor kérem, ugye hoztunk, pontosabban kértem, felvételek, kint voltam, személyesen is megnéztem, drága gyermekemnek itt volna, megnéztem, hogy hova lenne legideálisabb. Először arra gondoltunk, hogy a stadion oldalába, hogy ne kerüljön sok, de mégis azért legyen valami. Hiszen először egy emléktáblát. Igen, emléktáblát. Na de emléktáblát. Utána jött ugye a felismerés a dolgoknak, hogy hát emléktáblát. Mondtam, hogy minden név ott kell, hogy legyen, aki aranyat, aki ezüstöt, aki bronzot szerez. Mert az, hogy felírjuk azt, hogy ugye labdarúgás első Hungary vagy Magyarországot 3-4 nyelven kell, mert ugye mindenféleképpen magyarul, mindenféleképpen a két hazai nyelven, tehát finnül, svédül, svédeknek megadták azt, megadják azt, hogy önálló parlamentjük van. Angolul, természetes. Tehát 4 nyelv oda kell. Na most ugye tehát az a 16 aranyérem, az nem 16, hogy mondjam, az a 16 arany első helyezés, az nem 16 embernek a nevét takarja, hanem csak a futballcsapatban 20. Mert Dalnok Jenő 12 percet játszott, de viszont megérdemli azt, kérem, hogy ott legyen a neve. Még ha 12 percet játszott, akkor is. A szövetségi kapitánynak a neve is ott kell, hogy legyen, tehát Cseves Gusztáv. Ez 20 név. Na most, hogy ezeket? A vízipóló csapat szinten 15 név, ugye? Igen. Na most, hogyha egy ilyen oszlopon kiírtuk volna, csak közepes betűkkel is, hát elért volna a tengerpartig, érte. Tehát ez nem lehet. És Melokkó Miklósnak volt egy, akit felkértem. Igen, tehát itt ez a fontos, hogy hazajöttél, bírtad már Kásler Miklós, Szijjártó Péter, és tegyük hozzá azért. A követnek, ottani nagykövetnek a támogatását, és akkor ugye természetszerűen a Szijjártó mondja, megbeszéltük a Szijjártó Péterrel, hogy lelkes volt, szerelmes a történetben. Péter azt mondja, hogy ideje nincs. Csináld meg, kérlek szépen, és amikor oda jutsz, kérlek szépen, hogy megvan a látványterem, gyere, légy szíves be, és akkor elemezzük a dolgokat, és mennyibe kell, stb. Intézkedünk. És még jó időben, október közepéig próbáljuk megcsinálni azt, hogy kérem ott talpra állítjuk ezt, talapzatra állítjuk. Tehát említettem, hogy ugye emléktábla nem lehetséges. Akkor utána
a következő lehetséges dolog, az Olympia Parkba, ahogy Puskás szobra van kérem Melbourne-be, Olympia Parkba, Pávon Urmi mellett van egy gyönyörűséges park. Kiválasztottuk Melokkó Miklóssal, nagykövet úrtól kaptunk 3-4 kis filmet, ennek az oldalának, annak az oldalának, annak 3 oldalának kérem a filmét megkaptuk, és akkor Melokkó Miklóssal leültünk, és a Miklós választott. Azt mondja, Lajos, ez a pont lenne az, amit látunk ott, ez a pont lenne az, ahol legjobban, a legjobban virítani tudna. Tehát egy pillanat, időközben azért megmutatom a nézőknek is. Igen. Ott körülbelül így fog kinézni, kedvesünk ott középen láthatják. De ezt úgy képzeljük el, hogy 55 tonna ez, 3 autóbusz fogja, pontosabban 3 kamion fogja kiszállítani ezt. Sütői márványból kérem, készült a dolog, és lapozni egy könyvet, egy ilyen kredenszerű valamire, talapzatra, egy könyvet álmodott meg a Miklós, és azt lapozni lehet, 206 név van ott kérem. Most gyönyörű szép aranybetűkkel. Még arról beszéljünk, hogy hogy jutott el, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy Orbán Viktor miniszterelnök volt sportkedvelő. Ugye ez a... Miklós szeretettel küldi neki. A terv is eljutott ott hozzá. Milyen gondolatokkal fogalmazott meg ott Orbán Viktor? Akkor nem volt ott éppen, akkor volt tárgyalás Brüsszelbe, de természetesen... Tehát azt tudom mondani, a külügyminiszter úr, akivel személyesen beszéltem, hihetetlen lelkes, és ezt megcsináljuk mindjárt. Ezt nem lehet nem megcsinálni. Megcsináljuk, és akkor Kásztán Miklós, hát egyszerűen nem akart bennünket eleget. Tolcsai Bélában, a paplacikával volt ebben a professzor úr, hát azt mondja, hogy ez fantasztikus. Fantasztikus, és ezt meg kell csinálni. Megcsináljuk, segít. Ugyanúgy a Szabó Tünde személyesen beszéltem, óriási nagy híve. Hát minden idők legnagyobb teljesítmény. Jó. Mikor kezdődik a munka? Hát már megcsinálták. Ebben az értelemben. Ez már megvan. Most várjuk azt kérlek szépen, hogy abban a pillanatban, hogy elkezdődik szeptember elején a parlament, már akkor kérlek szépen indul a munka, tehát összeállítása, összerelése, kiszállítása a dolgoknak kérlek szépen, és akkor október 15-ig szeretnék, amíg jó idő van. A követő úr azt mondja, hogy addig tűrhető jó idő van, és tényleg hát ilyen zakós idő van. Utána már sötétedik, meg kicsit hűl a levegő, és találjuk meg azt, tehát pontosabban csináljuk meg azt, hogy október közepéig helyére tesszük a dolgokat, és egy kulturális, keretbe foglalva kérem ezt a szoboravatást, pontosabban emlékműavatást tegyük örökre emlékezetessé. Történjék így, én azt gondolom, hogy majd természetesen beszámolunk erről a történésről. És pedig egy kicsit beszéljünk másról is, hiszen az Aranycsapat Alapítvány elnökeként azt tudjuk, hogy járod a világot, Amerika, az ott élő magyarok, Ausztráliába és így tovább. No, de hát mi a helyzet a Kárpát-medencében? Mert azt is tudjuk, hogy az Aranycsapat Alapítvány felkarolta a fiatal sportolókat. Pontos, 17 éve imádom. Délvidék, Felvidék, Kárpátalja és Jószerivel mindenhonnét érkeznek hazánkba ezekre a versenyekre. Mi történik már most? Már tavasszal is lett volna. Igen, tudom, csak a COVID-19 sajnos közbeszólt. Az közbeszólt. Ugye most a helyzet az, hogy most augusztus 20-ától vagyunk kénytelenek ugye egy fél évbe beszorítani azt, amit terveztünk. Tehát lesz össz magyar diákban. Hogy milyen nincs? Ha mind a ható, olyan értelemben a COVID-19 engedi, már lett is egy része element volna, ugye még egyszer, nemzeti együvé tartozás éve van. A gyászos. Tehát a trianoni békediktátumra mi úgy szeretnénk emlékezni, építkezve. Oké, nagyon fáj nekünk, és síratjuk, és tényleg az egyik szemünk sír, a másik nevet. De viszont ugye nem szabad megállni emellett a történetet, hogy amik történtek ott, az egy tragédia volt, sőt, tehát, ahogy említettem, tényleg hát békediktátum, nem béketárgyalások voltak. És ugye aminek értelemszerű folytatása volt ugye a második világháború, mert az egy elfogadhatatlan béke volt, és akkor ugye ismerjük a további történetet, sajnos kétszer is másodikok lettünk csak a küzdelemben, az első világháborúban is, és annak következtében ugye minden oldalon saját magunkkal vagyunk határosak. És ez volt az alapja annak, amivel elindultam. De ez nem lehetséges. Tehát az összmagyar diákbajnokságban ugye tudjuk, hogy van sport, kézilabda, sak, birkózás, stb. Emellett labdarúgás, asztali tenisz, kézilabda, sak, birkózás, irodalmi történelmi. És irodalmi történelmi vetélkedő, ami értelemszerűen idén a... Minden évben. A nemzeti sorstragédia 100 éves évfordulójáról. Úgy van, pontosan. És a nemzeti együvé tartozás.
évének van kikiáltva, hogy a parlament által. És igenis szerint ebben az évben azt csináltuk, hogy nem diákcsapatokat, hanem kérem, ami a labdarúgást illeti, hanem kérem, Erdély válogatottja, Felvidék válogatottja, diák válogatottja, Délvidék diák válogatottja, és kérem, Kárpátai diák válogatottja fog Esztergomba, szintén egy Fehérvárhoz hasonló ősi magyar város, kérem, Esztergomba fog ez megrendezésre kerülni, és nem akármilyen, hogy mondjam, hát támogatással, hiszen hihetetlen, de fantasztikus jó érzés volt hallani, hogy a ismerős arcok szeretnének részt venni, jönnek ők is, és egy óriási koncert lesz, kérem, a Nyitánynál, Nyitányon, a Melokó Miklós gyönyörűsége szép szobránál, Vajk megkeresztelkedik. Ott van a szobra, fönt a bazilika mellett, ökonomikus istentisztelet a esztergomi bazilikába, utána kijövünk, megkoszorúzzuk a Miklósnak a szobrát, és ott egy gyönyörűséges szobrot a Galambos Nándiék, kérem. Nyerges barátunk itt kérdezik. Milyen visszajelzések vannak egyébként a határon túli részekről az összmagyar diákbajnokság kapcsán? Hát boldogok, mivel a nemzet egy. Hát a legfontosabb dolog az, ezért is kezdtem el. Tehát a legfontosabb kitételnek a dolognak, amit fölírtunk égigérő zászlainkra, a nemzeti együvé tartozás érzésének a kihangsúlyozása, hogy te, kárpátai barátom, a jóisten tudja, Beregszászról, te, másik barátunk, kérem, csak mondom, Székelyudvarhelyről, vagy Gyergyószent Miklósról, te, Torontóból, vagy te, a jóisten tudja, valamilyen, tehát nem, Lendváról, vagy éppen Dunaszerdehelyről, egy és ugyanannak a nemzetnek a tagja vagy. És amikor idejöttök, ti otthonról hazajöttök, és az anyaország simogat benneteket. Mi nagyon szeretünk, mindig is szeretünk. Az egy tragédia volt ott 2004-ben a kettős állampolgárság kapcsán, kérlek szépen, hogy alig-alig voltak többségben az igenek. Hát ilyen, ez egy tragédia igen, volt. Igen, hát ez egy másik műsor. Másik műsor, de a lényeg, mi nem így gondolkodunk. Így ti van. Részei vagytok a magyar nemzetnek. Sőt, mi több, egy dolog, ami nagyon fontos. Egy idő után megkaphattátok a magyar állampolgárság lehetőségét. És az egyetemes magyar sportmozgalomnak részei lehettetek. Pontosan az illetékes korosztályba. Aki a 12 éves korosztályba, aki a síelőn, kérem, a felnőtt korosztályba, focisták van, kérem, Nemanja Nikolics ebből a társaságból jött ki, összmagyar nemzeti diákbajnokságból, a világ legtermészetesebb módján magára öltette, és büszkén, kérem, a nemzeti trikót. Így van. Tehát könyves, stb. Tudnám sorolni, világban. Tehát az alap mindenképpen, és ezt erősítsük meg itt a beszélgetés végén, hogy mindenki ért senki ellen. Mindenki, ez volt mindenkor, igen. Mindenki se. Akárhova megyünk, kérlek szépen. Hát elmesélek egy dolgot, kérlek szépen. Temesváron. Temesváron, kérlek szépen, foci regionális döntő, Bálát, ugye. Volt 8 csapat Temesváron, kérem. Bartók Béla liceum, a fő magyar iskola, ott az van általános iskolai szekció, meg van középiskolás szekció. Bartók liceum. Érdekes módon, mit legyen Isten, mit legyen. Hát az igazgató úr egy román, véletlenül ott is. Majd mindenütt így van, de hát ott is. Na és akkor oda érkeztem, Galovics Gyula kollégám van ott, a testnevelő tanár, aki ottan segített nekem, a helytartó, kérem. És mondom, kérdezzék Gyula, hogy mi a forgatókönyv Lajos. Szokásos. Mindenkor kérlek szépen egy ilyen kulturális keret, tehát azt jelenti, hogy magyar himnusz, román himnusz, azt a gyerekek nem tudják, a mi gyerekek nem tudják. Gyula, gesztus, próbáljuk meg, de nem tudják, nem baj, megpróbálj. Utána magyar népi tánc, román népi tánc, magyar szavalat, román szavalat, a magyar pap, katolikus pap, és valami román ortodox, akárki. Mindig, mindenkor így van ez. Na, és mondom, ha jó idő van kint a pályán, a 8 csapatnak kint ott tartjuk a megnyitót, ezt a regionális döntőnek. Ha rossz idő van benne a tornapalotában, hatalmas, Temesvár nagyváros, nagy tornapalota van. És akkor mondom a direktornak, direktor úr, you are invited as well. Te ön is megvan, hát I'm forced, azt mondja, sajnos nem tudok jönni, mert ez van, az van, amaz van. Minden. Hát akkor mi sajnos, mi a szó, sorry. És akkor kérlek szépen, megyünk le, szakad az eső. Megyünk be a tornapalotába. Na, Gyula, szépen fölállnak a csapatok, Gyula, himnuszok. Magyar himnusz, csodálatos, román himnusz, kérlek. Elkezdjük énekelni a román himnuszt, felénél tartunk, nyílik az ajtó. A román igazgató jön be, föl a tapsó, bravo, very correct, nagyon correct, kérlek szépen, mert hallotta, hogy a román himnusz énekel, a füle ott volt az ajtón.
Nem volt semmilyen dolga, csak arra gondolt, hogy kérlek szépen, ezek már nyilván azért jöttek most, hogy az új határmesdjét kijelöljék érte. És látta, hallotta, kérlek szépen, hogy megtiszteltük őket, és tényleg a román himnuszt is énekeltük, a bravo, korrekt, kezet szorított, és azt mondta, csodálatos. No, tehát ez a végszó. Én azt gondolom, hogy ezen az úton járjatok tovább. Mindenkiért senki kíván... ellen. Mindenkiért senki köszönöm ellen. Szépen. Köszönöm szépen. Köszi szépen. Kedves nézőink, Külajos volt a vendégem, az Aranycsapat Alapítvány elnöke, és arról beszélgettünk, hogy az idén sor kerülhet arra a műemlék avatásra, amelyet Melokkó Miklós valósított meg, Külajos álmodott meg, és Helsinkiben állít emléket a 16 magyar aranyéremnek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra! Köszi szépen a lehetőséget!